Minden évben megemlékeznek a Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikumban az 1605-ben szerencsén megtartott országgyűlésre, amely során Bocskai István fejedelemmé választották. A Bocskai Nap hagyományai szerint április 26-án az Ólában gyülekeztek a diákok és oktatóik, akiket Gaspar Nitia Edina az intézmény igazgatója köszöntött. Elmondta, hogy ha bár ez egy jó hangulatú szórakoztató nap, nem szabad elfelejteni, hogy egyben egy megemlékezés is az iskola névadójára. Bocskai István az intézmény mindennapjai során körülveszi a diákok, olyan jelképek formájában, mint például az ólában található szobor, vagy a hátsó kapunál fel lehető koronamotívum. A nap menetrendjének ismertetése előtt versenyeredményeket hirdettek ki az elmúlt időszakban, mind a sport, a nyelvtanulás és más tanulmány eredményekkel kapcsolódóan. A tanulók hosszasan sorakoztak fel az aulában, ami mutatja, hogy az intézmény diákjai aktívan vesznek részt a különböző versenyeken, ahol gyakran gazdagodnak helyezésekkel is. Az igazgató ezt követően átadta a tanulóknak a szereplést, és a diák önkormányzat képviselői felvezették a várható programokat, amelyek alkalmával a 10. és 11. évfolyamos tanulók kerülnek főszerepbe. A nap folyamán először a 11. év osztályai által készített kampányvideókat tekinthették meg, amelyek közül egy osztályt kellett a többieknek megszavazniuk. A humoros kisfilmeken nagyon sokat dolgoztak a diákok, hogy kreatív és érdekes felvételek készüljenek el. Voltak, akik illegális barbershopot nyitottak meg, voltak, akik érettségi megoldásokat kerestek, de az osztálypénz is visszatérő eleme volt ezeknek a kisfilmeknek. Minden osztálynak lehetősége volt a kisfilmük után röviden összefoglalni, hogy miért szavazzanak rájuk. Hangzottak el ígéretek, szórakoztató gondolatok, de az egyik csoport egy közös tánccal is készült az alkalomra. A vetítés után megnyitottak a tizedik évfolyamosok által üzemeltetett büfék, ahol a legkülönfélebb fogásokat tudták megvásárolni. Éttermet idézően asztalokat készítettek elő, és mindenféle fogásokkal várták a diáktársaikat. Mellett szendvicsek mellett előkerültek a tradicionális magyar konyha eleme is, mint a töltött káposzta. De hosszú sorra volt a legkülönfélébb édességeknek és apró süteményeknek is, pont úgy, mint a gyümölcs és zöldségsalátáknak. Mindeközben sporttevékenységekben vehettek részt, köztük az aulában asztali teniszmérkőzéseket le. Ez a hétköznapokban is gyakori elfoglaltsága a diákoknak a szünetek alatt, így most is folyamatosan voltak jelentkezők és nézők is. Továbbá a tornateremben röplabda meccs folytatódott, az udvaron pedig focisták mérhették összetudásukat. A kellemes napsütéses idő is mellettük át, így a váltásban játszott meccsek alatt a sportolók és a szurkolók is jól érezhették magukat. Rövid köröket játszottak, aminek köszönhetően mindenki becsatlakozhatott a mérkőzésekbe. Minden diák megtalálhatta maga számára azt a programot, amivel kikapcsolhatott az évvégi hajszó előtt.